Luxemburgi Zsigmond 50 éves uralkodására emlékeztek a Diósgyőri várban. Ő volt, aki helyreállította a katolikus egyház egységét és a magyar királyságot a műveltség tekintetében is Európa egyik nagyhatalmává tette. Harmadik alkalommal rendeztek tudományos konferenciát a várban. Hagyománnyá vált, hogy a konferenciához kapcsolódóan az adott korra vonatkozó tárgyat állítanak ki a házigazdák. Ezúttal egy Zsigmond korabeli kehely került a kiállítási vitrínbe. Ez a kehely a Miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjteményéből származik, egy 15. századi sodrolzománccal díszített gótikus kehely. A talpába bevésett felirata szerint a Diósgyőri Eklézsia tulajdona volt. Tehát ez a Zsigmond korában rendkívül kedvelt ötvös fogást mutatja, azt a bizonyos sodronyzománcos technikát. Luxemburgi Zsigmond 50 éves uralkodása alatt megőrizte az ország stabilitását, és a kultúra terén is Európa nagyhatalmai közé emelte a Magyar Királyságot, mondta Lovász Emese. Nagy Lajos vejeként, Mária férjeként került a trónra, és a későbbiekben, amennyiben Nagy Lajosra a lova királyjelzőt használhattuk, Zsigmondra a diplomata, az utazó jelző illik. Ezeken az utazásain kísérjük el most ezen a konferencián, hiszen beutazta teljes Európát, sőt még Angliába is eljutott, egyengedte útját a császári korona felé. Hatalmuk és vagyonuk ellenére a királyok helyzete sok esetben nem volt irigylésre méltó. Ilyen volt a párválasztás, ahol teljesen kiszolgáltatottak voltak, az MTA tudományos főmunkatársa szerint. A feleségeket a nagy politika és a szülők választották, nyilvánvalóan azok az előkelő uralkodói szülők, akik azt gondolták, hogy az országuknak olyan feleségre, illetve olyan férre van szükség, akivel az egész királyságot tovább tudják virágoztatni, és a dinasztiát például tovább tudják vinni. Hozzátette, hogy Zsigmond ebből a szempontból szerencsésnek számított, mert ő ismerte Anzsu Máriát. A konferencia résztvevői a szakmai munkán kívül rendhagyó tárlatvezetésen az újjáépített Diósgyőri várral is megismerkedhettek.